Van egy tisztem, hogy megköszönjek még egy cégnek, pontosabban egy személynek és egy egyesületnek egy adományát. A Fiók Ifjúsági Klub az elmúlt időkben kapott egy 200 ezer forint értékű adományt, egy kültéri pingpongasztalt és egy csocsóasztalt az UFM habanyag gyártó Kft-től, Guntram Turner úrtól, és a Moson megyei nők közreműködésére, úgyhogy itt a színpadon szeretnénk megköszönni az ő támogatásokat, úgyhogy megkérném őket, hogy fáradjanak föl ide a színpadra. A Fiók Ifjúsági Klub által megszervezett kistérségi Ki mit tud versenyen adták át hivatalosan a klubvezetők a támogatásból vásárolt csocsó, illetve pingpongasztalt. Az UFMBT-nek az ügyvezető igazgatója Turner úr ajánlotta fel a Moson megyei nők egyesületének, akik viszont nekünk 200 ezer forint értékben felajánlották, hogy az idejáró fiataloknak olyan szabadidős játékokat vásároljunk, amivel aktívan tudják tölteni a szabadidejüket. Egy pingpongasztalt sikerült vásárolnunk már karácsony előtt, azt meg tudtuk vásárolni, de sajnos már csocsóasztalra nem volt időnk, úgyhogy azt most januárban tudtuk megvenni, és ez a két dolog, ami megvásárlásra került. És nagyon örülnek neki a fiatalok, mert egy régi, öreg, kopott pingpongasztal volt itt a klubgépházban, a Fiók klubgépházában, ami már szétesett egy hónappal ezelőtt, és már nem tudtak pingpongozni, de nagyon-nagyon örültek karácsonykor, amikor meglátták az új masszív, erős pingpongasztalt, új ütőket, labdákat, hálót, amivel már nagyon jó kis versenyeket is tudtak lebonyolítani. Amikor tönkrement az előző pingpongasztal, akkor a klubba járó fiatalok csak az aulában ültek, vagy kártyáztak. Ebből is látszik, hogy ezeknek a játékoknak köszönhetően a gyermekek sokkal aktívabban tölthetik el szabadidejüket.